start, elindult a verseny, rossz szokása szerint Bellord megint ott marad a gépnél, és ezért elveszíti egy jó 8-10 hossz is legalább. Aki elmegy vezetni, az Galagonya, illetve Sasfiók kívül Emma is egészen közel van. Aztán Monami diadalünnep, igencsak fogottnak tűnik a tempó, úgyhogy gyengén kezdő Bellord is minden további probléma nélkül meg fog érkezni a mezőny végére. A két Freiberti dobítás zárja egyelőre a sort, egészen kívül pedig Mirabolán szalad bele a kanyarba. Galagonya falon vezet, mellette ott látom Sasfiók színeit. Galagonya és Sasfiók, aztán Emma bent a falon Orszénja, majd jön ifjú Vince, Monami pillanatnyilag a hatodik pozícióban, diadalünnep, Bellord, illetve Mirabolán hármasa zárja a sor, de nagyon szépen együtt galoppozik az egész mezőny, amikor már a túlsó oldal derekán járnak. A frontban nincs változás, egy picit Sasfiók előrébb látszik, mint a falon versenyző Galagonya. Galagonya és Sasfiók, aztán Emma és Orszénja, jó jön Bakossal ifjú Vince, mögöttük pedig jó pozícióban egyelőre Monami, Mirabolán és zárkózóban van, aztán Bellord némi meglepetése, most diadalünnep csúszik vissza a mezőny végére, és egy jó 2-3 hosszas hátrányban van, tehát nem reménytelen egyáltalán a helyzet, amikor most már az utolsó 1000 méteren belül a mezőny. Még mindig elő van Sasfiók, illetve Galagonya kettős, Emma remekül tartja magát, és ugyanez a helyzet Monamival, aztán jön feljebb, egyre feljebb ifjú Vince, illetve Mirabolán, viszont Orszénja folyamatosan csúszik vissza, és most már csak a hatodik helyen tűnnek fel a színei, fel fog menni most már mögé a két istálotás, Bellord és diadalünnep a sor végén, azért továbbra is mind a ketten. A kanyar közepén még mindig vezet Galagonya, mellette Sasfiók. Erőteljesen kell lovagolni szinte már mindenkit a mezőnyből, de úgy tűnik, hogy Sasfiók azért erősebb, mint Galagonya, és felmegy mellé. Sasfiók és Galagonya. Sasfiók ezúttal Tímár Zsuzsával a leggyengébbek közé került, és úgy tűnik, hogy ez már az ő versenye lehet. Sasfiók vezet az utolsó 300 méter kezdetén. Galagonya, Bellord, ifjú Vince, illetve Mirabolán érkezik. Jön az utolsó 200 méter. Mirabolán nagyon-nagyon jön kívülről, még kaphatja Sasfiókot, Sasfiók vagy Mirabolán, Mirabolán erősebb. Mirabolán jön Drexler Virginiával, felmegy 100 méterre a vég előtt Sasfiók mellé, és meg is fogja verni. Mirabolán nyerje a nap első futamát, Mirabolán az első mögötte, Sasfiók lesz a második, ifjú Vince pedig a harmadik, Mirabolán a nyerő első győzelme a fiatal lovasnak, Sasfiók, ifjú Vince, diadalünnep mögött a sorrend. Mirabolán győzelme. A végén nem volt kérdése, Sasfiók sokkal jobban fut, azért erre azt gondolom, hogy lehetett némiképpen számítani. De a verseny nem tudja megnyerni. Kicsit hosszú volt neki ez 1900 méter, megnyeri viszont az a Mirabolán, aki gyengébbek közé került, hiszen két negyedosztályú versenyen van túl. Ő is azért inkább 1600-ra, 1400-re futott jó, de nagyon jól tudja alapvetően beosztani lovának erejét Drexler Virginia. És a végén megveri Sasfiókot. Kettes, hármas, és jön a harmadik el az ifjú Vince, akit éppen Drexler Virginia lovagolt az elmúlt hetekben. Nem nagyon tudott vele elindulni és jó eredményt elérni. De hát azért Bakossal a nyeregben benne volt erősen, azt gondolom a pakliban. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje.